horses prance through a silver... Díszes estégi ruhák, öltönyök, smink és frizura költemények. Elérkezett az egyik fontos esemény a végzősök életében, amelyeket szeptember óta folyamatosan hallanak az iskolában és otthon egyaránt. Érettségi ballagás szalagavató. December 16-án ez utóbbira készültek a bolyai diákok a Flash központban. Ha visszagondoltok az elmúlt napokra, hetekre, bizony egy gyakrabban volt beszédtéma a szalagavató. Elkezdtétek szervezni a mai napot. Lefoglaltátok a időpontot a műkörmösnél, kozmetikusnál, az utolsó simításot elvégezték a varonénik a ruháitokon, majd eljött a várovált rindulás helye. Az elmúlt közel 3,5 évben igazi bolyaisokká váltatok, bár igaz, hogy vannak közületek olyanok is, akik már 12. tanévet járják iskolánkban. Megismertétek az iskola szellemiségét, értékeit, elismertétek hírnevét, és próbáltatok megfelelni elvárásainak. A szalagavató bálok hagyománya majdnem 200 éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint az 1830-as években Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben a hagyománynak az volt a neve, hogy valétálás, ami annyit tesz, éljetek boldogul. A szokások alapvetően nem sokat változtak. A szalag az iskolához tartozás az identitás jelképe, melyet a végzős diákok szíve fölé az elvárás szimbolizálásaként tűznek fel. Nagyon várják a szalagavatót, és nagyon büszkén viselik a szalagot, és tényleg minden gyerek hordja a kabátján, és büszkék erre, hogy ők végzősök, és hát egy picit talán most már rájönnek arra, hogy néhány hónap múlva véget érnek a gondtalan diákévek, és jön a nagy megmérettetés az érettségi. Napjainkban rengeteg figyelem fordul erre a napra. A végzősök és a 11-es osztály általában különböző zenés szórakoztató előadásokkal, táncokkal készülnek a nagy napra. Ma van a szalagavatónk, erre készültünk már éveleje óta. Minden szerdán táncpróbákra jártunk, és hát igazából már nagyon izgulunk, hogy mi fog itt történni. A szalagavató után nem sokára jön az érettségi, erre tanulunk ugye ezzel párhuzamosan. Az osztály nagy része szerintem már tudja, hogy hova akar tovább menni az iskola után. Elég együttműködő az osztály, tehát nincs nehéz dolgunk. Próbálunk minél többet segíteni egymásnak, és az osztályfőnökünk is segít, hála Istennek, mert jót kaptunk. Hát nehézkes, de próbálunk mindent kihozni belőle. Összekovácsolódunk jól, hát érettségi, kicsit félünk tőle, de túl kell esni rajta. A bolyai iskolában idén 2 végzős osztály van, azaz, ha minden jól alakul, közel 50 diák fog végezni a tanév végén. A közelgő búcsút jelző szalagokat a 2 osztályfőnök tűzte fel a végzős diákoknak.